Több százan jöttek össze Adahatáron május 1-jézni, és igen gazdag programban volt részük. Az idei majális főző és pálinka versenynek is otthont adott, az ünneplők főként családi és baráti körben látogattak ki az ünnepségre. Kiváló alkalomnak bizonyult a majális a régi diákok találkozójára. Egy érdekes új korosztály kezd kialakulni. 90-es években itten ifjúsági táborok voltak. Hát volt olyan tábor, hogy 100 gyerek volt. Na most ezek most már megnőttek, szülők, felnőttek. Valahogy jó érezték magukat, és visszahúz a szívük. Ilyen rendezvény, mikor csinálunk, nincs gond a tömeggel, megvan. Mind ahogy látszik, most is rengetegen vannak. A nap egyik kiemelt látványossága a májusfa díszítése és állítása volt, amit a résztvevők tánca tett ünnepiesebbé. Itt Adahatáron más hagyománya van a májusfának, ugyanis itt működött 40 évig a legendás tanítónéni, Sőregi Tusa Teréz, Jolika tanítónéni, aki az iskola udvarán, pont ezen a helyen, ahol áll most a májusfa, a diákokkal állította fel, és ezzel a úgynevezett tettünkkel, cselekedetünkkel az ő emlékére is emlékezünk és tisztelgünk neki. A legfiatalabb korosztály számára is tartogatott meglepetéseket a majális, kézműves foglalkozásokat és malacfogó versenyt is szerveztek számukra.